A Pilis az régi kedvencem, fiatalkoromban is gyakran jártam a Pilisbe festeni. Ezek a dombok, a lágy vonulatok azok, amelyek hozzám közel állnak, és amelyek igazán vonzanak a festészetben is, de tájélményként is. A budai vár pedig egyrészt a lakóhelyem több évtizede, nagyon ismerem alaposan kívülbelül az építészetét, az udvarait, arról nem szólva, hogy milyen kilátás van a várból bármely égtáj felé. Ez tulajdonképpen annyira beeszi magát az ember tudatába, hogy én már fejből is tudom a várat festeni, de mégsem vagyok várfestő. Csak a környezetét és a hangulatát szeretem nagyon. Pilisrisek vár, két igazi, mélyen a szívemben lévő környék. Hogy kezdted el ezt a jellegzetes pilisi lankástájat festeni? Nagyon sokáig éltem Ausztriában, Franciaországban, ahol hatalmas hegyeket láttam, és soha nem vonzottak. Engem a Pilisnek ezek a bájos lankái ragadnak meg leginkább, és ezeket festem emberemlékezet óta. Ezeket az intimebb tájakat kedvelem. Tehát most is ugye ráközelítek egy kis részletére a tájnak. Azt fested, amit látsz, vagy elvonatkoztatsz, és a saját élményeid, érzelmeid tükröződnek ezeken a képeken? Ami a számomra a legfontosabb, az a motívum, amelyet én otthon soha nem tudnék kitalálni. Olyan millió ötletem, mint a természetnek van, nekem nincs. A motívumot utána átalakítom magamnak, átírom, ugye, vagy átköltöm, hogy egy egységes festői megjelenítésben vihessem azután a vászonra. Szeretsz így tájakat festeni? Nagyon. Régi vágyam volt, de miután én absztrakt figuratív festő vagyok, ahogy neveznek, nálam ritkán került erre sor. És amikor a tájban utaztunk, akkor mindig bánatosan mondtam a feleségemnek, hogy szeretnék tájat festeni. Én azt mondta, hogy miért nem festesz. Hát mondtam, tudod, hogy én nem tájfestő vagyok, hanem nagy absztrakt festményeket készítek. Hát hogy jönnék én ahhoz, hogy tájat fessek? Ezt addig mondtam, amíg a végén kezdtem nem hinni magamnak, és mégis festettem tájképeket. És rájöttem, hogy ez egy óriási öröm. Amikor én egy tájat kiválasztottam, az azt jelenti, hogy egyetértek vele, hogy szeretem. Hogy tudok belőle valamit csinálni. És ez a te pilised milyen? Ezt milyennek látod? Hát a pilis az csodálatos. Pont azt tartalmazza, amit én szeretek a tájképfestészetemben. Ezt a nagyon bensőséges, nagyon intim közelséget, ami engem nagyon vonz. Az idő múlásával másként látod ugyanazt a tájat? Persze, hiszen a napszakok, az évszakok, azok erősen befolyásolják egy tájképét. Tehát az változik. Nem csak az én szememben, és nem csak érzelmi okokból, az is hozzájárul természetesen. Az ember mindig más hangulatban van, tehát gyakorlatilag az is változtatja, de hát elsősorban a természet maga az változtatja. Egy kép felületénél hallatlanul fontos, hogy ne legyen elgyötört. Érezni lehessen a frissességet, ahogy fölraktam. Úgyhogy az ember még idősebb korában is igyekszik nagyon frissen föltenni azt a foltot, hogy ne érezzék a koromat.
Jelentette neked a természet, hogy egy táj, egy adott vidék, aféle menedékhelyet, búvóhelyet, ahova időnként egy kicsit elvonulsz? Hát föltétlenül a nagyvárosokkal szemben ez csodálatos búvóhely. És ilyenkor az ember feloldódik a természetben, és elfelejti a város minden zűrét, zavarját. És ha már itt vagyunk a Pilisben, ahol rengeteg jelzésekkel jól ellátott, rendezett turistaút van, kirándulni szoktál-e? Gyalog most már ritkábban kirándulok, a kényelmesebb autót választom, és úgy kirándulok, hogy megérkezem valahová, és kiszállok, megnézem a tájat. Persze gyalogolok. Ahogy én most nézlek, ahogy festesz, egy kicsit nekem a nagyítás jut eszembe, hogy egy halmazból kialakul valami, és kezd látszódni a részlet. Először még foltokat látsz, vonalakat látsz, és aztán tényleg rácsodálkozol, hogy hát alakul a táj, ugye? De te ezt már látod előre, nem? Amikor én föltérképezem magamban azt a tájat, akkor nekem például be kell vérnem, hogy ettől eddig, mint a filmesek, ugye, hogy ettől eddig fogom festeni. Tehát nekem föltétlenül egy kivágást kell csinálnom, mert hiszen valamelyik része tetszik meg a tájnak. Itt például az a kis tisztás, az a kis úttal lefelé, és a két kis piros ház fogott meg. Hogy azután ebből a képen mi fog látszódni, az kérdéses, mert közben alakul. És nem biztos, hogy ugyanazt fogjuk látni, amit a táj maga sugall. Mert átírom, átköltöm a látványt. Hoztad magaddal ezt a fantasztikus festőállványt, ami egy régi darab lehet, ahogy így elhiszem. Igen, hát ez is már több mint 60 éves, ezt Párizsból hoztam haza annak idején. És aztán nagyon gyorsan kezdték nálunk is csinálni. Egészen rendkívüli találmány. Gyakorlatilag minden, amire a festésre szükséges, az benne van. Ebben a kis állványfélében. Ennek van egy tréfás neve, kombájn, ugye, mert mindenféle van benne kombinálva. És aztán ezt Magyarországon kombájnak nevezték el. Mindig állva festesz? Igen, most már több mint 60 éve. Nem tudom megszokni az ülve festést. Valószínű, hogy úgy fogok vele járni, mint a bifokális szemüveggel. Elkészült az első bifokális szemüvegem, és képtelen voltam megszokni. Fölvettem, próbálkoztam vele, aztán mindig a sarokba vágtam dühösen. Aztán egyszer ráültem a szemüvegemre, és nem volt egyéb otthon, mint a bifokális szemüveg. Úgyhogy attól kezdve kénytelen voltam hordani, és megszoktam. Gondolom, így leszek a ülve festéssel is, hogy amikor már nem fogok tudni állni, akkor kénytelen leszek megszokni a ülve festést. Hát soha ne festél ülve, akkor maradj akkor. Igen. Festő szemével milyen ez a Pilisszentkereszti szurdokvölgy? Számomra rendkívül érdekes, mert én nagyon szeretem a nagy kontrasztokat, a fény-árnyék kontrasztokat, és itt nagy az árnyék, és gyönyörű fényeket látok velem szemben, sőt, hát apróbb kis fényeket, amelyek egy festőt nagyon izgatnak. Nagyon sokat jártunk a Bügbe, ahol rengeteget kirándultunk, télen síelni voltunk, vagy csak túrázni. Tehát az ilyen jellegű táj számomra eléggé természetes. Ha most elővennéd itt az állványt, meg az ecsetet, akkor itt például mit kezdenél festeni, mi ragadna meg? Ebből a szép völgyből mi az, amit te kiemelnél? Ahová fordulok, csodákat lehet festeni. Én most ugye mögötted látok egy hidat, egy nagyon szép kis hidat, ami napsütötte ebben a sötét vadonban, dzsungelben, és az rendkívül érdekes, izgalmas. Ráadásul számomra az ember nagyon fontos, az nálam képen mindig megjelenik a mi emberi alkotás. Én a tájat is szeretem úgy festeni, hogy minimum egy ház
föltűnjön valahol. Mert azt is az ember alkotta. Miskolcon születtél 80 esztendeje. Nagypolgári családban születtem, apám földbirtokos volt. Amikor 9 éves korommal először kijelentettem, hogy festő akarok lenni, szegény majdnem elájult a kétségbeeséstől, mert valami tisztes polgári pályára szánt. De hát nem nagyon lehetett engem erről lebeszélni, és pechére egy évvel később megnyertem a párizsi világkiállításon a gyermekrajz pavilonban a gyermekfestészet aranydíját. Úgyhogy szegény végképp le volt szerelve, kénytelen volt beletörődni, hogy festő legyek. Anyám nagyon pártolta ezt a dolgot, tőle kaptam az első felszerelésemet, állványt, egy darab vásznat és mindenféle színű olajfestéket. Rögtön olajfestékkel kezdtem, és érdekes módon nagyon meg is ragadtam az olajfestéknél. Majdnem minden festményem olajfestmény. Azt tartják rólad, hogy lényegében absztrakt, szürreális, nonfiguratív képeket festesz, ám elvont világodat oldod rejtett figuralitással. Te hogy gondolod, milyen a te igazi stílusod, milyen a Kornis stílus? Nekem tetszik az, hogy absztrakt, figuratív, mert nálam a figura mindig felfedezhető. Még a legelvontabb képeimnél is. Legfeljebb el kell magyaráznom annak, aki nem ismeri az én nyelvezetemet. Azt írták rólad valahol, hogy 60 éve ugyanazt az egy képet festi. Nem olyan rettenetesen változatos az én életművem, mert mindig visszatérek önmagamhoz. Tehát kiindultam egyfajta stílusból, és azt a stílust variálgatom. Tréfás azt szoktam mondani, hogy vannak szögletes és vannak hullámosabb vagy kerekebb korszakaim. Most éppen a szögletes korszakomnál tartok. Látni lehet a mostani képeimen, hogy szigorúbban veszem a függőleges és vízszintes osztást a képeimen. Én önmagamban kavargok, tehát a saját stílusaimban, és kizárólag a magam szórakoztatására csinálom. Soha életemben nem jutott eszembe, hogy megfeleljek egy trendnek, vagy kortársi követelményeknek, vagy közönségnek, vagy szakmának. Tehát én mindig azt festettem, amihez kedvem volt. Én mindig önmagamnak festettem, ha másnak is tetszett, az nagyon nagy boldogságot okozott. Ahogy mondani szokták, a festő munka közben belenézi magát a képbe. Tehát alig látja, hogy mit csinált. Úgyhogy tulajdonképpen a módszereim egyike az, hogy ha elkészültem egy képpel, akkor azt falnak fordítom, és egy jó ideig nem nézem. És aztán friss szemmel nézem meg újra, hogy milyennek találom. Rengeteget festesz, sokat dolgozol. Egész életemben úgy festettem, mint egy derék tisztviselő. Fölkeltem, csak nem blokkoltam. Fölkeltem reggel, cicamozdás és festés. Ha kedvem volt, ha nem. Odálltál az állványhoz és festettél. Igen. És ez a mai napig is ilyen rendszerességgel zajlik. Igen. Azzal áll neki az ember festeni, hogy nincs elrontott vászon. Mert ha például a kép nem tetszik, amit festettem, és ez nagyon gyakran van, akkor hagyom megszáradni, és ráfestek a képre. Úgyhogy az én vásznaimon legalább 3-4 kép található, majdnem mindegyiken. Nagy ritkaság az, hogy festek egy vászonra egy képet, és úgy marad, ahogy volt első képnek. Általában nem ez a jellemző. Thank you.
Ez a Nemzeti Galéria, amely előtt most állok, és boldogan mondhatom el, hogy itt is van egy festménye. Melyek azok a nevesebb városok, múzeumok, ahol szintén vannak kornis képek? Párizsi Louvre-ban van egy festményem. Egy festményem a Mantoni Modern Művészetek Múzeumában. Sok nagyon híres, nagy francia impressionistával együtt szerepelek ott. Ha újabb hazámba térek át Ausztriába, Bécsben van 6 festményem az Albertinában, és most kerül a bécsi Ludwig gyűjteménybe egy képem. 16 évet éltél Párizsban, 16 évet Bécsben. Mióta laksz a várban? A várban közel 30 éve lakom, és ez már nagyon komoly kötődést jelent, mert gyakorlatilag ugye 50 éves koromba kerültem a várba. És az egy olyan életkor, amikor az ember még magába szív mindent, ami körülveszi, és a vár a maga architektúrájával, a maga fekvésével, környezetével rendkívül mélyen lopódzott bele a szívembe. Én a várat nem festem, de a vár hangulata nagyon sokszor inspirál festésre. Milyen ez a vári lét? Rendkívül nyugalmas. Fantasztikus érzés egy nagyvárosban lakni, nagyváros kellős közepén, egy kisvárosban, ahol ismerik egymást az emberek, köszönnek egymásnak, és van valami kedves, meleg, kis közösségi hangulata. Csak fölülök egy buszra, vagy beülök a kocsiba, és már is a város központjában vagyok. Itt a várban ugye rengeteg kulturális rendezvény van. Ezek közül is talán kiemelkedik a néhány nap múlva augusztus 17-én kezdődő mesterségek ünnepe. Ebben a történelmi környezetben 4 napon át kézműves mesterek mutatják be a hagyományos népi mesterségek fortéjait, bevonva a közönséget is az alkotás folyamatába. Részt szoktál te venni ebben a színes forgatagban? Egyszer-kétszer voltam természetesen eleinte, de hát most már bevallom őszintén, kicsit zavar a nagy tömeg, a nyüzsgés, úgyhogy nagy szerencsémre nem érint engem, mert a lakásom az egy csöndes, nyugodt környezetben van. Ezt egy elkülönített helyen tartják a vár területén, ahol rendkívül jól érzik magukat az emberek. Ez külön nagy öröm. De az is, hogy én távol maradhatok tőle, csöndben, nyugalomban. Legnagyobb és legerősebb érzelmeim a vári udvarokhoz és a vári kertekhez kötnek. Ifjú vári koromban, amikor még nyitva voltak a kapuk, akkor szinte hetenként jártam a vári udvarokat végignézni. Ez a Piero étteremnek a kertje, amit az elsők között szerettem meg, akkor még mint vendég a ablakból láttam ezt a kertet, és hát ha már a Pierrónál tartunk, amelyik egy tipikusan francia szó, kerítsünk sort Párizsra. Ahová te 17 évesen, szinte gyerekfejjel, mint ifjú ember érkeztél meg, és ott iskolába jártál, és ott is dolgoztál. Már a háború idején egy barátommal megbeszéltük, hogy amint vége a háborúnak, azonnal Párizsba megyünk tanulni. Én egy kapu alatt éppen egy lánnyal randevút beszéltem meg, amikor egy barátom észrevett, ez a Szemere utcában történt, észrevett kintről, az utcáról, és beszólt, hogy akkor megyünk. Mondom, igen, hová? Azt mondja, hogy elfelejtetted, Párizsba. Mondom, nem, csak megbeszélem ezt a randevút, és már is megyünk. És valóban 3 nap múlva már el is indultunk. Szombathelyről voltak közismert embercsempészek, akik a határon átvittek minket. Rátítottunk Wiener Neustadtba, és onnan már Bécs egy ugrásra volt. Milyen katonai autó, teherautós toppal jártuk Európát. El is tartott másfél hónapig, amíg elértünk a francia határra.
ott jött a második embercsempész, aki magyar volt, egy kolozsvári fogorvosnak a fia, de hát akkoriban ilyen munkák adottak. És akkor ő juttatott minket Párizsba, ahová nekem ajánló levelem volt a Hamza Diákoshoz, akit a filmszakmában nagyon jól ismernek. Ő egy kitűnő díszlettervező volt, festő, de aztán író, költő is, szóval egyike volt a művészeti polihisztoroknak. Viszonylag könnyen eljuttatott egy rajzfilmgyárba. Akkoriban az volt Európa legnagyobb rajzfilmgyára, Paul Grimaud volt a vezetője, a tulajdonosa. Hát tulajdonképpen ott kezdődött az életem. Ott tanultál, ott végezted el a művészeti főiskolát, ugye? Igen, főiskola. A Képzőművészeti Akadémiát. École des Beaux-Arts-nak hívják. És aztán Párizsban. A Párizs Operaházhoz kerültél díszlettervezőnek. És aztán kalandos körülmények között az operához kerültem. Tulajdonképpen ennek a rajzfilmgyárnak, ennek az előzménynek köszönhettem az operába kerülésemet, mert az operázban akkoriban vetített díszletekkel dolgozott Ernst Klaus. Elmesélte, hogy két vetítőgéppel dolgoznak, hátulról vetítettek egy egészen érdekes felületre. Az egyikre ráadták a fényt, a másikról levették, majd fordítva, és így a diák átúztak egymásba. És akkor nekem az az ötletem támadt, hogy mi lenne, ha ezt mi rajzfilmszerűen csinálnánk meg, és nem kellene ezekkel a diákkal operálni, hanem egyetlen egy filmből menne az átúszás. Hát ez rettetesen megtetszett neki, és elcsábított engem Paul Grimaudtól. Voltak itt Párizsban érdekes találkozásaid? Ugye az egy fantasztikusan nagy korszaka volt a festészetnek. Módonban állt Picasso-val, Chagall-val, Braque-kal, Rouault-val találkozni, ami óriási dolog volt számomra. Picasso-nak az Albert Schirra mutatott be, aki egy csodálatos nyomdász volt, és én nyári gyakorlaton nála voltam. Egyszer azt mondta nekem a Schirra, hogy megyünk az öreghez, jön velem? Mondom, jövök, nem tudtam ki az öreg. És amikor becsöngettünk egy házba, és kinyitották a kaput, még mindig nem tudtam, hogy hol vagyok, és egyszer csak jobbról a lépcsőn szaladt le a Picasso. Keresztcsíkos kis pulóverben és egy sortban. És akkor a Schirra nagyon aranyos volt, azt mondta, hogy egy fiatal magyar festő növendék. És attól kezdve Picasso engem kollégának hívott, amitől én rettenetesen büszke voltam természetesen, és megengedte, hogy időnként meglátogassa. A második nagy találkozásom az éppen ebben a Schirra-féle nyomdában történt. Már néhány napja ott dolgoztam, és egyszer csak föltűnt a jobbomon egy montírozó asztalnál egy idős ősz úr. A második napon az Albert Schirra odajött, és azt mondja, jaj, elfelejtettem bemutatni a kedves szomszédjának, ez Matisse mester. Úgyhogy én másnap tudtam csak meg, hogy Matisse mellett dolgozom. Aki ettől kezdve rém kedvesen időnként fölemelt egy ilyen színes papírt, és így felém tartotta, és így csinált. Mire én így csináltam. Vagyis, hogy nekem tetszik. Ez egy szín volt valamelyik rajza alá a könyvben. Így ismerkedtünk meg. És körülbelül ennyi volt a közlekedés közöttünk, hogy ő utogatott, én bólintottam, vagy nemet mondtam. A 16 év úgy látszik valami ilyen kultikus szám az életedben, mert Bécsben is 16 évet töltöttél, életfestői korszakot Bécshez köthető. Igen. Párizs után milyen volt Bécs? Bécs természetesen egy nagyon nyugodt kisvárosnak tűnt Párizs után, de hát gyönyörű, szép, csodálatosan tiszta, minden szeglete ragyog. Egy kicsit hasonlított Budapesthez, tehát megszokottsági érzésem volt benne, másrészt rendkívül nyugalmas, csöndes város, nem olyan hektikus, mint Budapest, úgyhogy nagyon jót tett az alkotásnak.
Ugye én arra kértelek, hogy te magyarországi helyszíneket válasszál a szerelmes földrajz színteréül, de ha mondjuk tágíthatnánk a kört, és azt mondjuk, hogy na jó, túlléphetünk a határokon, akkor Bécs, Párizs, Budapest. Igen, Bécs, Párizs, Budapest, Budapest, Párizs, Budapest, Bécs, Bécs, Budapest, ezek az állandó útvonalaim, és tulajdonképpen hát a vár itt olyan helyet foglal el, ahol az abszolút nyugalom van, az abszolút ismertség és ismeretség. Ide jössz haza? Ide jövök haza, igen. Én mindig hazajövök. Egyszer törtem a fejem, hogy vajon mi húz engem mindig haza, és rájöttem, hogy gyakorlatilag a nyelv az, ami engem hazahoz. Mert amikor én 17 éves koromban Párizsba kerültem, Bécsről nem is beszélve, ahol már ugye 58 éves voltam, tulajdonképpen igazán egyik sem lett az anyanyelvem. Nekem akkor már olyan megrögzötten a magyar volt az anyanyelvem, hogy az mindig hazahúz. Én nagyon szeretem kifejezni magam, méghozzá árnyaltan, és olyan árnyaltan, és sokrétűen, mint magyarul, semmilyen nyelven nem tudom kifejezni magam. Én ugyan absztrakt festő vagyok, tehát sokszor mondhatják, hogy nem értik meg pontosan, amit mondani akarok, holott én föltétlenül ábrázolok a képeimmel. De amit a legfontosabbnak tartok, az a szépség. Tehát én igyekszem szépet festeni. Annyi nehézség és csúnyaság van az életben, hogy megpróbálom legalább ezen az úton magamat és esetleges nézőimet egy kicsit vigasztalni. Városi ember vagyok, az életrajzomból kitűnik az, hogy én állandóan városokat kötődöm. Budapest, Bécs, Párizs, és még nagyon sok más város is, Velencében is nagyon gyakran fordulok meg. Tehát én abszolút város szerető ember vagyok, túl azon, hogy a tájat is szeretem. Budapesten van egy elképzelhetetlen élményem. Naponta többször is jövök Pestről Buda felé. És jövök át a Lánchídon, és nincs olyan évszak, vagy napszak, amikor ne lenne más, és minden alkalommal csodálatos ez a látvány. Hát ez tulajdonképpen az én szerelmes földrajzom sarkpontja. Mm.